Sziasztok, srácok! Ez itt nem más, mint a Hood Outlaws and Legends, ami magyarra fordítva úgy lehetne, hogy csukja, útonállók és legendák. Ez nagyon jó pofának tűnhetne. A Focus Home Interactive adta ki, akik azért elég jó játékokkal örvendeztettek meg minket, és a Sumo Digital volt a fejlesztő, aki az utóbbi időben ilyen kiadóknak bedolgozva csinálja a dolgait. Lásd a Microsoftnak leszállított Crackdown 3, ami elég unalmas a sikeredet. Úgyhogy vágjunk is bele, mi ez. Szóval mi ez a Hood Outlaws and Legends? Ez egy PvPvE multiplayer játék. Ez mit jelent? Ez ugye a rövidítés, hogy PvP, mint player versus player, tehát a játékosok a játékosok ellen, illetve a játékosok utána van a PvE, így összenyomva, ami a játékosok a környezettel szemben. És gyakorlatilag úgy lehet elképzelni ezt, hogy ez egy térképen játszódó, különféle karakterosztályokkal vívott csaták, ahol vannak olyan számítógép által irányított mindenféle egységek, akik megpróbálnak megakadályozni, és az elintézésükért is kapsz pontot. Szóval ez a játék nagyon jó pofa, van egy kis gyakorlópálya, ahol azért be tudod gyakorolni az íjászatot, mert ugye van ez egyik karakterosztály pont a Hood, aki ugye szerepét tekintve ő a mesterlövész az íjával, úgyhogy ott elég jól be lehet ezeket gyakorolni, meg minden ilyen hasonló mozdulatokat, kill és gadget használatot, ugye ez nagyon jó pofa, tehát tudsz gyakorolni. És ugye a karakterosztályok, ahogy mondtam, hát úgy képzeljétek el, hogy a fantasztikus ötlet az az, hogy fogjuk a Robin Hood történetet, és a főszereplők lesznek a karakterosztályok, és akkor utána gyakorlatilag van egy piros meg egy kék Robin Hood csapat, akik egymást ölik a kincsért. Zseniális, ugye? Mintha nem hallanám a tapsot. Karakterosztályok, szóval ugye Robin Hood lövöldözik, Tuk barát az elméletben gyógyít, csak valahogy nem érzem azt az angol szerzetes benne, mert egy kitetovált harcos szerzetes állat keletről inkább. De nem utolsó sorban itt van Little John, akinek kalapácsa van, és nagyon erős, és illetve a Robin Hood nagy szerelme, az a gyorsgyilkos, aki lopakodik. Nem teljesen vágom, de biztos tök jó lehet. De majd meglátjátok, mennyire tök. A fő különbség amúgy nagyon vicces a tutoriában, azért tetszett, hogy ugye a mesterlövész az egy üvegágyú, és könnyedén eltörik, ha valaki közelér, viszont amúgy el tud elég sok mindenkit intézni messziről, és a Tuk barát és a Little John, tehát a főleg közelharcosok, akik erősek, azok például gyorsabban cipelik a kincset, és nem utolsó sorban egyéb a kincsel kapcsolatos helyzetekben is nagyon jó, sokkal jobbak, mint például a Robin vagy az orgyilkos. Tehát úgy képzeljétek el a meccset, amit nem biztos, hogy egészben láttok a háttérbe, hogy betöltődik, ugye van a egyik meg a másik gonosz utonálló brigand csapat, akik teljesen véletlenszerűen nézhetnek ki abból a szempontból, hogy nincs karakterosztály megkötés, és az a cél, hogy ellopjátok a páncélterem kulcsát a sheriff-től, és utána azzal be kell jutni a páncélterembe, ki kell vinni a ládát, a térképen egy csomó helyre lehet kivinni, és ott gyakorlatilag ki kell csörlőzni minden esetben, ami azt jelenti, hogy addig két ember egy helyben áll és csörlőzik, és itt jön be, amit az előbb mondtam, hogy a közelharcos karakterek, akik nem tudnak rendesen bujkálni, nyilazni, azoknak ez gyorsabban megy. Tehát az ő előnyük itt jön be, hogy oda cipelik és gyorsan felcsörlőzik, és akkor azonnal a közelben van a nyereség. És ez a lényeg, hogy a te csapatod vigye ki a kincses ládát, és utána nyeréskor még el kell döntened, hogy megtartod a pénzt, vagy szétosztod a szegényeknek. Tehát így néz ki a meccs. Tulajdonképpen ez még azzal van ugye megvadítva, hogy vannak a pályán úgynevezett kontrollpontok, amit ha elfoglalsz, akkor onnan is tudsz spónolni, mint egy Battlefield játékban, és akkor onnan tudtok oda rohanni, és akkor folytatni a akciót, tehát nagyjából így lehet ezt leírni, minden meccs kb. Így történik. Természetesen ebből van olyan,
4 játékos kóp verzió, amikor nincs a pályán ellenséges csapat, csak az AI, tehát a számítógép által irányított az állam, tehát az őrök, meg a lovagok, meg mindenek lesznek csak az ellenfeleitek, ami szerintem nem lesz túl izgalmas. A játéknak konkrétan a PvP része az izgalmasabb sokkal ebben a játékmódban. Véleményem a játékról. Nem túl sokat játszottam vele, mert nem nagyon volt idő az utóbbi időben, de igyekeztem minél többet fölvenni, és sikerült legalább egyszer Little John-nal lenni, meg többször amúgy inkább a húddal. Volt úgy, hogy úgy nyertünk, hogy nem tudom elképzelni, hogy én bármit is hozzátettem volna a nyeréshez, de az a lényeg, hogy nyertem is, és vesztettem is jó párszor, és ennyit sikerült ennyiből levonnom. Igazság szerint már az első meccsből tudtam, hogy mit gondolok, de sajnos a további meccsek sem változtatták meg a véleményemet. Mi a véleményem a játékról, amennyit játszottam vele? Igazság szerint úgy tudom szépen összefoglalni röviden, hogy olyan, mint a Hunt Showdown a Crytek-nél, csak gyengébb. Tehát konkrétan lemásoltak jó pár dolgot, hogy ezzel majd milyen jó lesz és érdekes, de pont azok az erősségek nincsenek meg benne, ami a Hunt-ban van. Néztem róla sok videót, és rájöttem, hogy nekem a Hunt az amúgy nem jön be, mert nagyon-nagyon magas, még a belépési skill ceiling, tehát a képzettség plafon, úgyhogy úgy érzem, hogy itt a Sumo Digital konkrétan megint iparos munkát végzett. Aztán ugye van 4 karakterosztály, amit már mondtam, és ugye van a íjász, a kalapácsos ember, a buzogányos ember, meg az orgyilkos nő. És ez a 4, nincs több. Igaz, hogy jaj, ezt tudod másképp fejleszteni, meg ugye, ha megnézed a sziluettet messziről, felismerhető. Tehát azért mondom, hogy játékipari szempontból a iparos munka nagyon jó, de annyira nem izgalmasak ezek a klasszok. Főleg így nem tartom izgalmasnak, hogy mindenki ezzel a 4 hőse játszik az A, meg a B oldalon is. És mondhatni, nem annyira igazi a változatosság. Ennél kicsit több hőssel kellett volna szerintem, hogy jó legyen. Így marha uncsivá válik. Jó, mondjuk könnyen tanulható, így ez lehet a másik oldala. És ugye, mint mondottam, volt hős karakterek, tehát minden karakter specifikus képességek és passzívok társadalmaznak, ahogy fejlődnek, meg ugye mindenféle saját gadgetek vannak. Például a húdnak például van füstbombája, ami az adott területen így úgymond elrejti egy kis ideig a ellenfél szeme elől, mert ugye a játékban van például taggelés, amikor tudod highlightolni az ellenséges játékost, és akkor elég könnyű követni, mert hogy mindenhol látszik, és gondolom ezt is lehozza addig az ideig, amíg ez a füstbomba van. Én nem nagyon tudtam használni, mert hogy ugye vagy túl hamar kinyírtak, vagy az idő legnagyobb részében megpróbáltam oda jutni, ahol a többiek vannak. De igen, ilyen mindenféle jó pofa gadgetek vannak a többieknél is, bár egy idő múlva tényleg teljesen elvesztette a lelkesedés, hogy nagyon megnézem őket. Jelenleg egyelőre csak kinézeti lehetőségeket lehet a játékkal felnyitni, tehát nem lootboxokban vannak, hanem ahogy fejleszted a bandita táborodat, ahogy fejleszted a karaktert, ezekkel így apránként megnyitsz újabb és újabb kinézeteket. Persze ezek jó része főleg csak színben tér el eddig, amit láttam, úgyhogy nem tudom, mi volt itt a cél, de igen, fegyvereknek is tudsz kinézeteket, hogy kicsit másképp nézzen ki, bár ugye mindenkinek, mivel hős klassz, ugyanez a fegyvere, csak más kinézetű természetesen. A másik nagy problémám a játékkal, az pedig pont a többjátékos mód, mert ugye 2x4 játékos van a partiban, tehát a PvP-zni akarnál, és mondjuk megvagytok ti 4-en a haverjaiddal együtt, az ellenfél viszont nincs, és így sokáig malmoznod kell a lobbiba, ha az ellenféltől valaki kilép és keres a helyére a rendszer egy másikat. Az összes ilyen csapatalapú multiplayernél lesz utána legjobban, a még összefocizza a játékosokat együtt, és főleg ilyenkor, amikor nem egy ilyen böszme népszerű játékról van szó, hogy azonnal ugorjanak a mindenféle meccsek, így különösen bosszantó, amikor már ilyen éppen visszaszámol a rendszer, és már mindjárt kezdődik a meccs, de pont akkor lép ki valaki. Én ráadásul még cross-platform multiplayert is választottam, tehát a konzol akikkel együtt, természetesen rögtön kiderült, hogy a konzol, akik legnagyobb része képtelen Reddit nyomni. Persze a PC-sek is általában, de legtöbbször volt úgy, hogy konzol, akire vártunk, mert azt nem mutatta meg
meg senki, meg nincs írva sehol, gondolom, hogy hogy kell megnyomni, nem tudom. De ez tipikus, ez a lobby szenvedések. Ez az, ami miatt nagyon utálom ezeket a játékokat. Aztán a másik ilyen a csapat multiplayer játékoknál, hogy például lehet 4 egyforma hős, tehát lehet 4 húd, ami nagyon izgalmas, mert tényleg lehet, hogy vansotolnak 4-en egyszerre egy Little John-t, az nagyon remek, de az ott az idő alatt, amíg 2 húd felcsörlőzi a kincset, addig odaér az ellenséges csapat 7-szer. Nem biztos, hogy jó kompó az. Úgyhogy ez eléggé kellemetlen, de lehet, hogy csak nekem. És a másik, hogy mesterségesen be van építve a snowballing a játék végére, tehát minél sűrűbben ölnek meg, annál lassabban respawnolsz. Például a játék vége felé, amikor ugye mindenki rohangál az utolsó csörlőhöz, ahol a kincs van, akkor ott ugye pont az történik, hogy sorba genkelik szét a játékosok egymást, és azok, akik ugye elkezdték a csörlőzést, és mondjuk ügyesebbek, meg jobban pozícionálták magukat, így gyakorlatilag be tudják fejezni rendesen, de tényleg az, hogy mesterséges snowballing van benne, ez viszont elképesztő, így nem is értettem, hogy miért. Amúgy is rossz, de akkor miért kell még ezt belerakni? Úgyhogy gyakorlatilag, ha túl sokszor nyírnak ki, akkor egyre kisebb az esélye annak, hogy meg tud csinálni, de nem tartom jó ötletnek ezt a mobáknál megszokott snowballingot, bár ott ugye egy karakter tudja csinálni, de tulajdonképpen itt is akár egy jó játékos szétgenkelheti az ellenséges csapatot, még mielőtt azok hatótávban érnének. És összességében azt tudom nektek mondani, hogy szerintem ez elég gyengúsz ez a játék. El tudom képzelni, hogy van olyan közöttetek, akiknek amúgy szimpatikus és tetszik, és ha játszik vele, akkor még örülni is fog. Viszont amennyit én játszottam vele, arra döbbentem rá, hogy nem tudom, mennyire fogja tudni fenntartani az érdeklődést. Tehát lehet, hogy mit tudom én, lesz egy jó pár hónapja, és akkor utána így szó szerint kihal. Hogy lesz néhány ilyen diehard, ki állandóan játszik, viszont emiatt a Hunt-ba is ezért nehéz beszállni, hogyha jönnek az új játékosok, és olyan csapat jön, aki már nagyon magas szintű, és nagyon-nagyon sok passzív képességek ki van nyitva, és tényleg jól játszik, meg ugye ismeri az térképet, és szétgenkelnek, és akkor nem fog vele játszani utána senki. Meg tele fogják sírni természetesen a Steam page-et, hogy ezért csak túlcombos karakterek, neved meg, mert nem fogsz tudni labdába rugni. Azt kell, hogy mondjam, hogy igen, tehát lehet, hogy ez ilyen nagyon kis életű játék lesz hosszú távon, ha neked tetszik, ne érezd magad rosszul, és élvezd ki, amíg lehet. Mert ugye, hogyha elkezd csökkenni a játékos szám, akkor ugye még lassabbak lesznek a sorok, és nem utolsó sorban, viszont egyre táposabb emberek jönnek, mert már csak azok maradnak. De amíg élvezed, addig nyugodtan élvezd ki. Itt-ott néha aranyosnak érzem, de összességében nem. Tehát nem akartam volna róla videót csinálni, meg se vettem volna igazság szerint. Most így utólag arra döbbentem rá, hogy jó pofa, aranyos, de nem az én témám. Persze én el vagyok a PvP játékokkal, a csapat PvP játékokkal is általában, de itt most ez annyira nem tetszett. Ugye megint felidegesítettem magam rajta, szinte mindenen ugye, hogy nem nyom Reddit az ember, és már itt ülünk egy ideje, és azt várjuk, hogy Reddit nyomjon, vagy hogy pont kilép az utolsó pillanatban, meg az, hogy tényleg, amikor nézel a listát, hogy én vagyok 4-es szintű, a másik csávó 56-os szintű, hát ez marha jó, és akkor sejtetett, hogy nyek. De ahhoz képest tudtunk így is nyerni. De azt kell, hogy mondjam, hogy póroljátok meg azt a pénzt, mert nem igazán jó ez a játék szerintem. Bár mondjuk, ha életbe akarják tartani, lehet, hogy megpróbálják free-to-play-é rakni, akkor viszont mindenféleképpen próbáljátok ki, ha amúgy érdekelne titeket ez a koncepció, mert szerintem ennyi pénzért belépőnek nem annyira jó. Összességében a játék nem ad annyit szerintem, amennyi pénzt elkérnek érte. Tényleg, tehát a fizetős hírós útára, hát ez nagyon kevés van, aki a Overwatch után megmaradt, belegondoltok, és a Hunt is azért maradt meg, mert hogy ő rendkívül különleges, és tényleg elvetemült FPS játékosok játszanak vele, az nagyon durva, de itt nem érzem azt az extrát, ami miatt nagyon-nagyon sok játékos ülne le vele játszani, főleg nagyon sokáig, mert hogy lenne benne bármi olyan craft, mint ami a Hunt-ban megvan. Úgyhogy ez a véleményem, hogy én ezt látom a játékkal kapcsolatban, ez a Cooldown Legends. Ha tetszik, lájkoljátok meg, osszátok is meg, ha lehet, hogy más is, akit esetleg érdekelhet, az halljon valami véleményt erről. Aztán én meg hamarosan egy másik játékkal próbálok megjelentkezni, úgyhogy legyetek jók. Sziasztok, pápám!